Sziasztok, Virág Valentina vagyok, a Weber családból. És szeretnék néhány információt nektek átadni, amit összeírtam Dióhéjban, mi foglalkoztat, amióta a tánciskola lekerült a programról, és amióta új világot élünk, vagy új világban élünk. A forráson keresztül rájöttem viszontagságos utamokára, és arra, hogy teljesen mindegy, hogy az életkörülmény vagy egészség minden tőlem függ, illetve tőled. Az a tudás, amit nem adnak tovább, az értéktelen, én ezt így gondolom, ezért most megosztom veletek azoknak a könyveknek és forrásoknak a lényegét, amit az utóbbi időben megszereztem, és ami a hasznomra vált. Tehát elindultam az öngyógyítás útján, aminek három fontos pillérét tartom a szemem előtt, amit szeretnék feltétlen nektek átadni. Az első pillér a tartós öngyógyítás, ami az elme és a test egyensúlyára, illetve a meditáció fontosságára irányul. A második a család összetartása, régi és újra használatos módszerek, elsősorban szülőnevelésre gondolok. A harmadik pedig a 3T, transformáció, tahyon energia és a táplálkozás. Én azon a véleményem vagyok, hogy a gyógyulás elsősorban nem fizikai, hanem mentális folyamat. Létezik spontán gyógyulás, gondolom, hogy ti is hallottatok ezekről, amelyeknél minden esetben drámai változást tapasztal a beteg a tudatosságában. Mielőtt gyógyulás állna be, egyszer egy magas, tehát egy krízis magasodik ki, amiből vagy egy betegség alakul ki, vagy pedig a tudat változik, és azonnal helyrehozza az egészséget. Ebben a mondatomban már benne volt a lényeg. Ha azt veszük, hogy a törött kar miért gyógyul meg beavatkozás nélkül, és például a rák miért számít csodának, amikor meggyógyul, a kvantumgyógyítás szerint egy elven működik mind a kettő. Vajon a testben, vagy az elmében, vagy mindkét helyen egyszerre történik a változás. Mit gondolsz? Minden orvos tudja, hogy valójában maga a természet gyógyítja meg az embert. Ezt már Hippokratész is állította. A test öngyógyító intelligenciá képes csodákat művelni. A teremtő intelligencia sokkal fontosabb, mint a testet alkotó anyag, mivel az intelligencia nélkül az anyag irányíthatatlan, alaktalan és kaotikus, vagyis összezavart. Jelképesen az intelligencia jelenti a különbséget egy építész által tervezett ház és egy halom tégla között. Az volt az életrajzom tetejére írva, hogy épp testben épp lélek, de ez fordítva igaz, épp lélekben épp test. Más aspektusból nézve mindannyian inkább hasonlítunk egy folyóra, hisz az emberi testet soha nem látjuk kétszer ugyanolyannak. Testünk atomjainak 98%-a egy évvel korábban még nem is létezett. Olyan ez, mintha a lakásunk tégláit évente lecserélnék. Ha ezt mindig eredeti tervezők alapján tesszük, a ház továbbra is ugyanolyannak tűnik. Valójában mégsem ugyanarról az épületről beszélhetünk. Tehát a teremtő intelligenciának köszönhető, hogy testünk nem válik puszta téglarakássá. A testünk nem más, mint gondolkodásunk háromdimenziós képe. Tehát a gondolatainkkal képesek vagyunk véglegesen megváltoztatni nem csak a testünk biológiai állapotát, de az életkörülményeinket is. Valóságunk észlelése a következő lényeges kérdés, hisz az a tudatosságunk és a szubjektivitásunk függvénye. Számos odakinti dolog nem létezik számunkra, nem azért, mintha láthatatlanok lennének, hanem azért, mert idebent, olyanná formáljuk az agyunkat, hogy többé nem vagyunk képesek érzékelni őket. A meditáció lényege, hogy mi vagyunk az óceán és a gondolataink a hullámai. Amikor meditálunk, a gondolatok lecsendesednek. A meditáció valójában egy módszer arra, hogy új hangokat fogjunk le a hegedű huron. Orvosi szempontból a betegségek a hegedű nyakának azon pontját jelképezik, ahol hamisan szólalnak meg a hurok. A tudatosságunk szükséges ahhoz, hogy egészségesebb pontokon fogjuk le a hurokat, tehát el kell hagyni azokat a tudatossági szinteket,
amelyeken betegségek, függőségek, mint a cigi, a drog, az alkohol, de leginkább az önpusztítás gondolatai szólalnak meg a mi mikrokozmoszunk hegedűjén. Egyik állatfaj sem követel sem önpusztítást, sem öngyilkosságot. Egyedül az ember képes erre. Elgondolkodtató. A meditáció azért tölt be olyan fontos szerepet például az ajurvédában, mert egy olyan szabad területre vezeti az elmét, amelyet még nem érintett meg a betegség. Amíg nem tudjuk, hogy létezik ilyen terület, addig látszólag a betegség kezében van az irányítás. És pontosan ez az az alapvető illúzió, amelyet szilánkjaira kell zúznunk. Az öregek otthonában tesztelték a bentlakókat, és a meditáció hatására megnövekedett a tanulási képesség, a mentális egészség, javult a vérnyomás, boldogabbnak és fiatalabbnak érezték magukat a bentlakók. Elég reggel és este az ágyadban pár percben magadba vonulni, kicsit elgondolkozni, hálásnak lenni azért, ami a mai nap hozzád tart, illetve este megköszönni azt, ami érted történt, és javított az életeden, akkor is, hogyha esetleg nem érzi a tudatod annak, hogy ez most kellemes volt, ekkor leszel mesterű, hogyha azt is meg tudod köszönni, ami nem volt olyan kellemes. A legfontosabb dolog ezek közül az, hogy ne az agyaddal vezesd ezeket a gondolatokat, hanem a szíveddel érezd. Amikor valami változni látszik a világban, valójában mi magunk változunk meg. Semmi sem jó vagy rossz, kellemes vagy kellemetlen, vagy kemény vagy puha, fájdalmas vagy kellemes. Minden attól függ, hogyan éljük meg a dolgot. Ugyanez érvényes a betegségekre is. Betegség nem létezhet az azt befogadó ember nélkül. A betegségben a beteg játssza a legfontosabb szerepet. Amikor betegek vagyunk, valamit tanulunk. Nagyon sokszor pont a betegség hoz ki belőlünk olyan képességeket, amiket előtte nem tartottunk fontosnak. Akkor jövünk rá, hogy van valami, ami esetleg mégiscsak számít. Én azt gondolom, hogy Isten a betegségek által, vagy azokon keresztül beszélget velünk. Nem véletlenül mondjuk azt is, hogy nyomás alatt nő a pálma. A következő lépcső a felelősségvállalás a gondolatainkért. Gyógyítsd meg először a valóságodat. Mindenkiben szilárdan tudatosodnia kell annak a ténynek, hogy az univerzum életének részét képezi, és olyan kapcsolatban áll a világegyetemmel, amilyen kapcsolatban az egyes sejtek állnak a test egészével. Deepak Chopra mondja, azzá válsz, amit látsz, csak is a világ érzékelésének élménye határozza meg azt, akik vagyunk. Az ájúvéde a figyelem tudománya. Ha fájdalmat érzünk, képesek vagyunk azt csökkenteni, előidézni, növelni, akár megszüntetni is. Hisz vannak közöttünk tűzön vagy parázson járó emberek, akik még égési sérüléseket sem szereznek egy ilyen próbatétel alatt. A testünk megfelelő módon van megalkotva, semmiféle természetes okunk nincs arra, hogy tudatosságunk által ne legyünk képesek bármely betegségből felgyógyulni. Fontos. Számunkra egy mágnes látványa azt jelenti, hogy látjuk a vasdarab éles körvonalát, ám nem érzékeljük az azt körülvevő mágneses mezőt. Ez a példa szimbolizálja a teremtő intelligenciát körülöttünk. A meditációhoz tartoznak még az ős hangok, a mantrák, amelyek egy rezgést keltenek bennünk, amivel egy másik rezgést állítunk helyre. Ezek a szavak alapvetően egyfajta öntőformaként működnek, ha az ember az eltorzult szekvenciára helyezi őket, azzal visszaáll a szétrombolt eredeti állapot. Elektromágneses lények vagyunk, ezért a frekvenciák emelése a gyógyulásunk kulcsa. Erről még említést teszek a harmadik videóban, ami fontos a frekvencia gyógyítással kapcsolatosan. Deepak Chopra összeállított egy évre való mantra kalendáriumot, ebből említek most nektek kettőt, ami
talán nagyon fontos, próbáld ki. Becsukod a szemedet, egy kicsit lecsendesedsz, és magadban elkezded mondani az egyik őshangot, például azt, hogy Sat, Chit, Ananda. Ez azt jelenti, hogy vagy, tudatos vagy, és az üdvösség, tehát úgymond a hármasság. A másik pedig az Aham, Brahmasmi. Aham, Brahmasmi. Hogyha elcsendesedsz, becsukod a szemedet, és ezeket a hangokat úgymond magadban mondod, akkor valamit tapasztalni fogsz. És a lényeg az, hogy a meditáció után úgy állj fel, hogy egy másik emberré váltál a meditáció alatt. Ez a lényege. A következő videóban a család védelméről, a természetes gyermeknevelésről lesz szó. Ha segített a videó, akkor segíts te is másoknak. Maradj a fényben, és legyetek derűsek és virágzóak. Sziasztok!